Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Energetikai fejlesztés indult az általános iskola épületén. Megrendezték a 32. Géza napi szavaló versenyt. Kimagasló eredményeket produkáltak a karatésok. A Bertók hagyatékot kutatja egykori tanítványa. A civil közösségek és a lakosság összefogására számítanak a szervezők. Bátaszékváros rövidesen elmondhatja, minden középülete átesett az energetikai korszerűsítésen. A Kanizsai Dorottya általános iskola épületén zajlanak jelenleg is a munkálatok, melynek befejeződésével nem lesz olyan közfeladatokat ellátó épület, melyen ne végeztek volna ilyen munkálatokat az elmúlt években. Az elmúlt 12 évben folyamatosan zajlott egy korszerűsítési folyamat Bátaszéken, melynek célja az volt, hogy jelentősen csökkentsék az energetikai költségeket. A folyamat részeként újult meg a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, az óvoda, a sportcsarnok vagy a gimnázium épülete is. Bátaszékváros önkormányzata törekedett arra, hogy egyrészt környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, másrészt energiahatékonyságot figyelembe véve az intézményeit minél több alternatív energia lehetőséggel lássa el, illetve törekedtünk arra, hogy nyilászárók cseréjével, szigetelési rendszerekkel és hozzájárulunk a környezetvédelemhez és a saját pénztárcánknak a költséghatékony megőrzéséhez. A mostani állomás gyakorlatilag az intézményrendszerünk szinte utolsó épülete, a Kanizsai Dorottya általános iskola. Itt is egy top pályázat keretében nyert a város forrást ahhoz, hogy két épület szárnyon homlokzatszigetelési munkálatokat tudjunk elvégezni, tetőszigetelési munkálatokat tudjunk elvégezni, lapos tetőszigetelést, illetve magas tető esetében a mennyezeti szigetelést el tudjuk látni, föl tudjunk rakni 50 kW teljesítményű naperőműveket. Ez a beruházási érték mintegy 99 millió forint, nettó 99 millió forint értékben fog megvalósulni. A magas tetőszigetelésén túl van a folyamat, a lapos tetőn most dolgozik a kivitelező. Megkezdődött a homlokzati szigetelési munkák, reményeink szerint a nyár közepére ezt a beruházást be tudjuk fejezni, és hát keressük továbbiakban is azokat a lehetőségeket, hogy akár energetikai szempontból tudjunk még forrást biztosítani, és tudjunk még előrelépni a településen belül, akár épületek korszerűsítése tekintetében tudjunk előrelépni. A TOP plusz pályázatot, pályázati kiírásokat már vizsgáljuk. Képviselőtestület már fel is állította azt a sorrendet, hogy mit szeretne ebből megvalósítani. Az előkészítési feladatokat folytatjuk, meglátjuk, hogy milyen sikeresen tudunk majd pályázni. A képviselőtestület többször is foglalkozott az a dologgal, hogy ezek az energiahatékonysági beruházásoknak mi a valós megtérülése. Sajnos az energiaárak már nem ott tartanak, mint amikor a pályázatokat benyújtottuk, így forintálisan nem lehet meghatározni azt, hogy valójában mekkora megtakarítás. Akár villamos energiában, akár hőtermelésnél, kilojoule-ban vizsgáljuk azt, hogy a korszerűsítési beruházás előtt mennyi volt a fogyasztásunk és azt követően. Ezek a számok alátámasztják azt, hogy ezek a beruházások jók voltak, és jelentős energia megtérüléseket tudtunk vele előidézni. Hát az, hogy az árak tekintetében sajnos ezeket már megette az idő, erről mi sajnos nem tehetünk. Ezzel a beruházással a város az intézményrendszer energetikai korszerűsítésének végére ért. Ugye az idősek nappali ellátása az a következő nagy feladat, amire próbálunk, de ott egy teljesen új épületben gondolkodunk, ami majdnem passzív házként fog funkcionálni, tehát olyan energiavételi lehetőségeket akár fűtésben, akár villamos energiában terveznénk meg, ami minimális fenntartási költséget jelentene. Tanúszoda energetikai korszerűsítését is elvégeztük az elmúlt ciklusban. Amit lehetett, kiaknáztunk ezen a téren, azt gondolom. Megrendezték a 32. Géza napi szavaló versenyt a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési házban. A megmérettetésre a megye különböző középiskoláiból jelentkeztek diákok. Az idei tematikát a határon túli magyar irodalom adta. Szeretettel köszöntöm a 32. Géza napi szavaló verseny résztvevőit, a felkészítő tanárokat és a zsűri. Nagyon tartalmas napot kívánok nektek.
nagyon szép verseket, és érezzétek jól magatokat itt nálunk. Az idén mindössze 10 vettek részt az évtizedes hagyományokkal rendelkező megmérettetésen. Azt, hogy ki hányadikként szavalja el a választott műveket, sorszámhúzással döntötték el. Borsicki Ádám, a bátaszéki gimnázium tanulója, már 9 éves korától jár hasonló versenyekre. És azért jelentkeztem, mert úgy éreztem, hogy ez nekem így fontos, és szeretem ezt csinálni. Ez műveli a fiatalságot, és visszatekintünk így az irodalom nagyjaira, és szerintem ez nagyon szép. Gesztus. Két verset kellett ugye mondani, az egyik az megadott témájú volt, Kányádi Sándornak az Útra való ének című művét, és Tóth Árpádnak a Lámpafény című versével készültem. Vigyázban állnak a határsorompók, égre néznek. Tetejükben gólyapár épít magának fészket, és azt keleplik odafön, és ezt még a béka se kétli, a legeslegnagyobb öröm, félelem nélkül élni. Azonban nem csak a bátaszéki gimnáziumból jelentkeztek diákok a megmérettetésre. Szekszárdról a Garai János gimnáziumból, az Első Béla gimnáziumból és a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikumból is érkeztek versenyzők. Ez megyei versmondó verseny, amelyik azt jelenti, hogy a megye középiskoláiból bárki jelentkezhetett rá. Tulajdonképpen a verseny specialitása az, hogy 2 verssel kell készülni. Mindig van valamilyen téma, ebben az esztendőben a határon túli magyar irodalom valamelyik gyöngyszeméből kell választani. A másik vers viszont szabadon választott annyi megkötéssel, hogy magyar szerző művének kell lenni. 2 verset fognak elmondani a gyerekek, a gimnazisták, illetve középiskolások, és az értékelést követően derül majd ki, hogy ki állhat fel a dobogó képzeletbeli fokaira. Csötönyi László azt is elmesélte stábunknak, miért áll olyan közel hozzá az esemény. Számomra ez nagyon érdekes, mert hogy az életem része körülbelül, ezt ki kellene számolni, 1994 óta. Akkor még gimnazistaként és versmondóként szerepeltem 4 éven keresztül, azt követően viszont főiskolásként, majd magyar tanárként és fölkészítőként, versmondóként a zsűriben foglaltam helyet azóta is, talán egy-egy év kihagyással, amikor valami rendkívüli esemény miatt nem tudtam eljönni. Ezért is annyira fontos az én szívemnek a Géza-napi versmondó verseny. Az a jó, hogy olyan baráti társaság gyűlik itt minden esztendőben össze, illetve újra itt a művelődési házban, mert azt el kell mondanom, hogy a 90-es évek vége felé megszakadt az a hagyomány, hogy itt rendezték, vagy itt tartottuk, és ezt követően a második Géza gimnázium adott épületem adott helyet egyébként a versenynek, és most még a lezárások okán úgy döntöttünk, segítünk a gimnáziumnak, és ezért tartjuk újra itt. Igaz, hogy azóta ugye megtörténtek a föloldások, de már nem szerettünk volna variálni, ezért van újra itt a Petőfi Sándor Művelődési Házban, de én nagyon örülök neki. Egle Anikó, a második Géza gimnázium magyar szakos tanára úgy véli, nagy szerepet játszik a koronavírus járvány is abban, hogy kevesen jelentkeztek az elmúlt 2 évben a versenyre. 15-en indultunk volna, csak hát ez a betegség költözés. És minden, most úgy néz ki, hogy körülbelül 10 diák van, aki ide érkezett, és aki előadja majd a 2 versét, a szabadon választottat is, meg a kötelezőt is. Úgyhogy egy nagyon kis körül lesz, de 2 évvel ezelőtt, amikor rendeztük utoljára a Covid előtt, akkor is csak 12-en voltunk, úgyhogy reméljük, hogy majd egyre több lesz, hogyha az egész járvány dolognak vége lesz. Az a lényeg az egésznek, hogy a verset mondani kell, és nem olvasni, ahogy Kányádi Sándor is mondja, és azt hiszem, hogy itt ebben a kis körben ez meg fog valósulni, és mindig hozunk egy osztályt is az iskolából, illetve minden osztályból pár ember részt vesz, aki a közönséget alkotja, úgyhogy közönségdíjat is fogunk osztani. Spartak többé hiába csengett tündérré váló régi fák alatt. Ködöt hozott és felleget a földre, és hervadás kísérte, és moha. Térdet hajtott a nagyvilág előtte. De a fenyves, az ősvadon soha. Aki tehetséges és szereti a verset, az azért kiáll és elmondja. Úgyhogy szeretik a gyerekek a verset, csak nehéz kiállni és elmondani, mert attól félnek, hogy belesülnek. És akkor inkább, hogyha olvasni lehetne, akkor biztos, hogy többen lennének. A 32. Géza napi szavaló versenyt a Garai János gimnázium tanulója, Föglein Liza Kató nyerte. A közönségdíjat Borsicki Ádám, a bátaszéki gimnázium diákja vehette át. Újabb nemzetközi sikernek örülhettek a bátaszék SE karate szakosztályában. A nagy múltú Szlovák Openen tették le kézegyüket a fiatalok, bizonyítva az itt végzett munka magas minőségét.
Az egyesület pedig készül a következő jelentős megmérettetésre. Hát néha, amikor az iskolában fiúkkal bajba keveredek, akkor hát meg akarnak verni, én meg védekezni. Mostanában már nem nagyon akarják bántani Péter Pannát a fiúk a suliban, főleg amióta a szlovák open karata versenyen kategóriája győztese lett. Ha nem így lenne, akkor is gondolják el. Ez a pici törékeny kislány azért kezdett karatézni, hogy megvédje magát a fiúktól. Azt mondják róla, kiemelkedő tehetség, de egy kicsit csintalanságért nem megy a szomszédba, így valós veszély, hogy a fiúk időnként elégtételt szeretnének venni rajta. Csak hát kevés vele szemben az esély. Mint ahogy a többi bátaszéken karatéző fiatallal szemben is. Évek óta számon tartják őket a hazai és nemzetközi szintereken, minden versenyben benne van az éremszerzés esélye. A 42. szlovák Grand Prix is ez történt. Egy nagyon nagy múltú és egy magasan jegyzett versenyről van szó. Az ilyen magasan jegyzett versenyeknek azért ilyen magas az ázsiója, mert általában a nemzeti szövetségek valamiféle kvalifikációnak jelölik meg. Így egyébként a Magyar Karate Szakoszt, vagy a Magyar Karate Szakszövetség is a korosztályos kvalifikációba betette a szlovák Open. Tehát innentől kezdve arra kell számítani, hogy az országok legjobbjaival leszünk megmérettetve, és ez így is volt, 30 ország volt jelen a szlovák Openen. Ha jól tudom, 230-235 egyesület és nemzeti válogatottak jelentek meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly megmérettetés, ahol mi bátaszékiek nem is elsősorban az érmekért szoktunk indulni az ilyen szintű versenyeken, hanem hogy nézzük meg, hogy egyáltalán hogy tudunk az ilyen szintű sportolók és versenyzők ellen pontot csinálni, aztán hogy tudunk mérkőzéseket nyerni, és azt esetleg átkonvertálni később helyezésekre. Ehhez képest ugye 13 versenyzővel indultunk, és a 13 versenyzőnk összesen 16 győztes mérkőzést hozott, ami megint egy nagyon jó visszacsatolás arról, hogy azért minőségi munkát végzünk az edzőinkkel, illetve a sportolóinkkal. Másrésztről ugye itt vannak nagyon jó egyéni teljesítmények. Egyrészt a Hefner Zsófi, aki 3 győzelemmel, és a Kisbánk Bati, aki 4 győzelemmel az ötödik pontszerző helyre érkezett, és a Péter Panna, aki 2 szlovák versenyző, egy ukrán és egy litván versenyzőt legyőzve első helyen végzett a szlovák Grand Prix, ami egy nagyon-nagyon jó és meghatározó eredmény a továbbiakra nézve is. Szóval Panna nem csak a fiúkat csépeli az iskolai csetepatékban, hanem versenykörülmények között is megállja a helyét. Azt mondja, megvan számára az a pillanat, amikor megérezte, ezen a napon van keresni valója. Az ellenfelemet néztem, hogy az elején, hogy meccsel, meg hogy milyen jó lábom, meg mindent, és az elején ránéztem, és látom, egy kicsit fél tőlem, ezért így jobban bemelt, vagy hát nem izgultam, amikor bemeltem, mert már éreztem, hogy kicsit féltem, így magabiztos voltam. Hát igen, és így tudtam, hogy meg fogom nyerni, és ennyi. Na mit szólnak? Ennyi a győzelem receptje egy alig 10 éves szemével. Nem mindig az első hely a lényeg, hanem az, hogy mindig számoljanak veled, hogy ott vagy a legjobbak között. Tehát egy ötödik hely egyébként egy ilyen szintű verseny már nagyon nagy eredménynek számít. És hogy én azt mondom, hogy ha ott vagyunk a pontszerző helyek valamelyikén, most az egyéni kategóriákat nézve, akkor mindig számolnak veled az ellenfelek, mert ahhoz 3-4, akár 5 győzelem is szükséges. És azért, ha ilyen szinten valaki ennyi győztes mérkőzésbe húz, arra azért felfigyelnek az ellenfelek, felfigyelnek a nemzeti válogatottak. A bátaszékesének van hagyománya a szlovák Grand Prix. 2 évvel ezelőtt a Kisbánk Boti bronzérmes volt, 3 évvel ezelőtt pedig a Steigler Bence hozott ezüstérmet és a Bognár Bana bronzérmet, és azért itt visszamehetnénk 10 évekre, vannak nagyon jó eredményeink a pozsonyi megmérettetésen, úgyhogy én azt mondtam, hogy
hogy én borítékolok egy érmet, nem tudtam volna meghatározni, hogy ki lesz az. Nyilván vannak mindig nevek a tarsolyunkban, akik azért biztosan behúzzák a győzelmeket, és azért nem ért meglepetés, mert azért abba a borítékba bekerült volna Kisbánk neve, bekerült volna Hefner Zsófi neve, és bekerült volna Péter Panna neve, és lám-lám azért mindhárom komoly győzelem számmal zárta ezt a versenyt. A Szlovák Open fontos állomása volt az éves versenynaptárnak, de a munka ezzel nem áll meg. Április 9-én rendezünk egy regionális versenyt, itt Bátaszéken, ami régen házi bajnokságnak indult, de aztán itt a környező klubok elkezdtek érdeklődni. Ugye nem mindenki tudja megrendezni a létszáma, meg az infrastruktúrája miatt, illetve a stábja miatt se a házi versenyeket, ezért így hozzánk csapódtak a mohácsiak, dombavárjak, faddiak, tolnaiak, és velük közösen megrendezzük ezt a regionális bajnokságot április 9-én itt a Bátaszéki sportcsarnokban. Ez egy kimondottan utánpótlás verseny, az óvodás és általános iskolás korúakat célozzuk meg ezzel a rendezvénnyel, majd húsvét után, április 22-23-án fogják megrendezni a magyar bajnokságot, VKF magyar bajnokságot, ami azért egy komoly ranglista és presztízs versenye a magyar versenyzői gárdának. Szeretnénk jól szerepelni, úgyhogy azért a húsvéti szünetnek egy részét beáldozzuk a felkészülésre. Kicsit furcsa, hogy az óvodások is felsorakoznak a tatami szélére, de Nagy Ákos azt mondja, ez egy olyan verseny, ahol nem kell komolyan küzdeni, csak rávezető gyakorlatokat kell bemutatni. És a karatéban, mondja a vezetőedző, az óvodáskor már megfelelő idő arra, hogy az első lépéseket megtegyék abba az irányba, hogy később esélyesek legyenek, mondjuk egy Szlovák Open megnyerésére. Bertók Dezső. Ez a név sokak számára ismerős Bátaszéken, közkedvelt, kiváló rajztanár és festő volt. Az ő hagyatékát kutatja Kis Eszter, egykori volt tanítványa. Már több festményt is talált lomtalanításon, vagy épp egy családi ház padlásán. Fontosnak tartja ezeknek a nem mindennapi bátaszéki értékeknek a méltó megőrzését. Bertók Dezső tanító, rajztanár, művész, az előző évszázad nagybetűs tanára. Legalábbis többen is így emlékeznek rá vissza. De ki is volt ő valójában? Egy volt rajztanár, illetve tanító, aki Bátaszéken évtizedeket töltött és nevelte, tanítgatta a kisiskolásokat, és a kultúrházba pedig a nagyobbacskákat rajszakkör formájában. Ővele én ott találkoztam, és tőle tanultam sok mindent, a festészetnek néhány csínyát, vinnyát. Azt később belőlem is rajztanár lett. Az életemnek egyik fordulópontja, Dezső bácsi, Bertók Dezsőről van szó, akivel az utcán találkoztam, már akkor felnőtt voltam, és a testnevelési főiskolára készültem, nem vettek föl, többször is nekifutottam, és megállított az utcán, és hát elmondtam, hogy mi van, hogy vagyok, mint vagyok, és mondja, hogy Esztikém, hagyd ott ezt a dolgot, jelentkezte a pécsi főiskolára, rajszakra, oda fő fognak venni, jó rajztanár lesz belőled. És akkor így, az olyan mélyreható megszólítás volt, ez egy megszólítás volt. Az a megszólítás az, amikor az embernek lemegy, tehát a lelke mélyére lemegy valami, és azt nem engedi el. Hát én se engedtem el, úgyhogy végül is ott végeztem, és hát így tovább folytattam a pályát. A képei azok Bátaszéken sokfelé vannak, mert járta a falut a kis petyerkájával, és mindig nézelődött, hogy mi az, ami értékes számára, és leült és megfestegette. Kis Eszter egykori tanítványa elhatározta, hogy összegyűjti az alkotásait, és megpróbál egy állandó kiállítást létrehozni belőle. Pár évvel ezelőtt teljesen véletlenszerűen egy ószeres család, aki hagyatékokat, meg lebontott házakat vett meg, illetve
abból hasznosítható dolgokat gyűjtött össze. Na, ő náluk találkoztam, csak úgy félredobva a Dezső bácsi egyik képével, és hát mivel rajzot tanítottam a fiatalembert, akkor így fölmutatta a képet, hogy hoppá, hogy hát mit szólok ehhez a képhez. Hát rögtön láttam, hogy Dezső bácsié, és hát oda került hozzám. És akkor úgy elszomorodtam, hogy hát hány ilyen képe lehet, ami úgy kikerül. És utána hallottam, hogy tényleg, hát istállóból vagy padlásról kerültek elő képei. Hát így is jött a gondolat, hogy azért tisztességes dolog lenne ezt úgy összegyűjtögetni. Találkoztam egy kedves ismerősömmel, akivel együtt jártunk rajszakörre Dezső bácsihoz, és ballagott itt a Szabadság utcán fölfelé, azt leszálltam a bicikliről, kérdezem, hogy hát merre jársz erre, hát nem szoktunk mi itt találkozni. És akkor mondja, hogy hát nem voltam egy hagyatékot fölmérni, az ő pedig restaurátor. És hát mint szakmabeli őt hívták meg az örökösök, hogy nézze meg, és mondja, hogy hát voltak sok értékes képek, és többek között Dezső bácsi képet is talált. Hát mondom, megint Dezső bácsi kép, és akkor volt igazából az érzésem, hogy na, akkor talán ez lenne az a pillanat, amikor el kellene indítani ezt a akciót, vagy nem tudom, minek nevezzem. A város önkormányzata helyet biztosít az állandó kiállításnak, már csak a képeket kellene összegyűjteni. Ha akinek van Dezső bácsitól, és meg tud válni tőle, tehát egy fölajánlást tud tenni, nem kis dolog, azt megköszönnénk. És hát bármikor láthatóvá tesszük a falunak a kiállító termében. A megnyitóra sokan fölajánlották, hogy odaadják a képet, de utána szeretnék visszatenni a falra. Tehát ez is járható út, és egy olyan járható utat is úgy átgondoltunk, hogy például váltakozó képek. Az azt jelenti, hogy egy ideig, egy fél évig, hát ameddig megegyezünk a tulajdonossal, addig a kiállítás része az a kép, és akkor utána azt lecseréljük. És hogy milyen ember is volt ő? Nem lehetett úgy a faluba találkozni, hogy ne süvegelt volna meg valakit. Én voltam olyan szituba, hogy kellemetlenül éreztem magam, mint volt tanítványa, hogy nem tudtam előre köszönni neki, mert ő előre köszönt. Vagy amikor rajszakkörön mindent oda tett nekünk, tehát mindent előteremtett. Mi csak úgy lazán oda mentünk, és leültünk, és elfogadtuk az ő adományát. És én utána mindig siettem a pályára, mert közben sportoltam is, és akkor mondta, hogy csak nyugodtan menjél, majd én elpakolok helyetted. Szóval ezek olyan dolgok, ami igazán szívbe markoló. Báta Széken minden tavasszal összefog a város lakossága, hogy szebbé tegye környezetét. A nagy város takarítás ideje ismét elérkezett, a szervezők várják a civil közösségek tagjait egy nagy közös munkálkodásra. A tavaszi nagy takarítás időszaka általában a húsvétot megelőzően érkezik el. Ilyenkor kerül kerítésen kívülre mindaz, amire már nincs szükség, ami lom, ami hátráltatja a megújulást. És nem csak a háztartásokban van itt a nagy takarításnak, lomtalanításnak az ideje. Így aztán a hagyományok a szíven, Bátaszék egészére kiterjedően fognak össze a lakosok, hogy szebbé tegyék a környezetüket. A hagyományai azt mondatják velünk, hogy minden esztendőben a civil szervezeteket, alapítványokat, egyesületeket, illetve a hagyományőrző csoportok tagjait hívjuk meg a városi szemétszedésre, illetve hulladékgyűjtésre, de ebben az esztendőben, ahogy ez megjelent az áprilisi Cikádor újság hátlapján is, nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a civilek is megbozdulnának egy kicsikét, és kifejezetten egy ilyen felszólító vagy kérő jelleggel az újság hátoldalán olvashatják, hogy aki teheti ezen a napon, a szombati napon a háza környékét tegye rendbe egy kicsikét, akár a kertet, a virágos kertet, a kerítés környékét, vagy hogyha akad egy-két eldobott hulladék vagy szemét, akkor azt szedje föl, hogy ezzel is szebbé és tisztábbá varázsoljuk Bátaszéket, de elsősorban a civil szervezeteink képviselőit, tagjait várjuk szombaton a város takarításra.
A munkák koordinációját a Bátkom Kft. Munkatársai végzik, kadöltve a Báta Székért Marketing Non-Profit Kft.-vel. Ők azok, akik biztosítják a résztvevőknek a gumikesztyűt, illetve mi vagyunk, akik nyilván egy kis rágcsálnivalóval, illetve innivalóval járulunk hozzá, de egyébként meg szintén több éves tapasztalat, nem is kell már mondani, azoknak, akik segítenek, hozzák a saját kis eszközeiket, amelyekkel össze tudják szedni a szemetet. Zsákokat is biztosítunk természetesen, azokban szedjük csoportokban össze a szemetet, és lerakjuk gyűjtőpontokba, amelyekről majd a Bátkom Kft. Munkatársai elszállítják ezeket a zsákokat. Meghatározott gyűjtőpontok azok nincsenek, mert hogy igazából a tavaly előtti tapasztalat az, hogy vannak gócpontok, ahol mondjuk lehet, hogy összegyűlik, teszem azt a benzinkút mellett 3-4-5 zsák szemét. Akkor természetesen ezeket összegyűjtjük, egy helyre lerakjuk, és hogyha összegyűlt több zsák, akkor ezt elszállítják majd a munkatársaink. Várjuk tehát azokat a civil szervezeteket, akik még jelentkeznének, erre van lehetőség, keressék meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház munkatársait, és mi fogjuk beosztani ezeket a csoportokat, és április 9-én, tehát szombaton 9 órakor startol a város különböző helyszínein és közterületein a hulladékgyűjtés, illetve a szemétszedés. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!